előadásokat tartok, és imádom csinálni. Nagyon-nagyon sok felé hívnak szerencsére. Pedagógusoknál is már többször voltam, és mikor először mentem, mondom, Úristen, én a tanároknak, hát nekem ő a félisten, a Ladó Erzs néni, meg Nemesszegi Karcsi bácsi, meg, akkor hát az mindenki összecsinálta magát a tisztelettől, meg, hogy mert itt van nekem az Isten, mert ő adja a tudást. Tehát én nekem az nagyon-nagyon fura volt, hogy én mentem oda bármelyre is beszélni, de én remélem, hogy fogok tudni adni egy-két tanácsot, vagy egy-két olyat, ami megerősíti, hogy ne eddig is jól tudták. Tehát én inkább segíteni jöttem, és nyilván nem tanítani. A tanító ember az azért borzasztóan fontos, mert az önök kezében van tulajdonképpen az egész élet. Mert ugye otthonról már nem olyan sokat hoznak. Ez a halálom. Hogy a gyermeket nem szabad nevelni, a gyermek egyénisége teljesedjen ki. Na, ez teljesedik, bontakozik, belép az életbe, azt mondja, a cselédségünk van. A felelős szülő pont azt adja át, hogy köszönj gyerekem, ha belépsz. Egyéniségettől nem sérül meg, de a szülőnek kutya kötelessége egy csomó konvenciót ráaggasztani, hogy amikor ő kilép az életbe, akkor sikeres legyen. Nem megszülni kell meg eltartani, hanem ránevelni arra, hogy ő neki majd élni kell tovább. És hát ez most nagyon nem divat. És ebben a folyamatban a tanárembereknek azért van nagyon nagy felelőssége, mert itt nem csak a tudást adjuk át, hanem azt a viszonylatot, hogy létezik olyan, hogy élet, és hogy el kell adni magamot, érvényesülnem kell. És ehhez az kell, hogy sikeres emberként tudjak a másikra is figyelni. És ezek oda-vissza kapcsolatok. Van egy példám erre az európaiságra, meg az oda-vissza kapcsolatokra, hogy az európaiságban, amiről én beszélek, hogy a hitelesség gyökere, az nagyon mélyen mindenkinek több száz éve rakódik le, az is tudja, aki nem tudja. Mikor állunk a szatyrokkal a buszon, lányok, mi szatyrokkal megyünk haza, gyerek ott ül, néz kifelé, lehajtja a fejét és elvörösödik, de nem adja át a helyét. De mivel elvörösödött, van remény az Európai Unióra. És amikor öregasszony, korombeli öregasszony dünnyök, hogy már adta át a helyét, mondom, menj oda, hogy ne haragudjon, fiatalember, nagyon fáj a lábam, átadná a helyét, és akkor átadja. Hát oda-vissza működik ez a viselkedés. Hogy európaiságot emlegettem, azért kell ezt tudni, mert hogy hiteles maradjak tanárember szerepben, vagy bármilyen szerepben is, az kell, hogy ne merüljön föl semmi kétség az ellen, hogy én valóban egy hiteles ember vagyok. Tehát nekem nagyon be kell tudnom tartani azokat az elemeket, amiket elvár tőlem, az is elvár, aki egyébként nem tartja be ezt, mondjuk tudni kell. Nem mindenkit mit csináltunk, ahogy szoktam mondani. Az európaiság a legfontosabb, mert ez tényleg rakódik le bennünk. Ami a veszély ennek az európaiságnak, az az amerikaiság. Most nem is veszély, inkább párhuzamosan, hogy mindenki amerikai, tuti, na, na Hongkongba is ebbedugott kéz, rágógumi, ugye előgum és baseball sapka. Hát nem tudom, de lányok, megáll velünk szemben egy zsebedugott kézzel, ráadásul így profilból. Hát megindul ez a belső hang, hogyha velem beszélsz, vedd ki a zsebedből a kezed. A rágógumi, itt kérem, megjelenik a két kultúra közti különbség, mert Amerikában azt mondják, hogy pH értéke van, meg tisztítsa, ugye kétsével merikessége. De az európaiság az azt mondja, az a belső hang, hogy aki beszél, az nem eszik. Tele szájjal, ne beszélj, gyerekem. Tehát, és akihez beszélnek, annak se illik enni. Hát már voltam a rendezvényen, egy nagy bank hívott meg, több a városból jöttek a résztvevők, és ki volt téve a reggeli, hát nem szendvics, hanem lazac, meg ilyenek, és asztaloknál ültek, és az egyik férfi pakolja föl, viszi oda magának, mondom, igyekezzen gyorsan megenni, mert nem sokára kezdek. Azt mondja, ő közbeszokta. Ne arvodjon, most nem fogja. Tehát, mielőtt a gyereknek megtiltom, hogy egyen órán, el kell neki magyarázni, hogy azért ne egyél, mert az engem megsért. Tehát valahogy oda-vissza kéne, hogy ez működjen. Na, a fogalmakról nagyon keveset. A viselkedéskultúra az a napi kommunikációnk szerves része, az reggel, délbe, este mindig van. Hát grófiknál még éjszaka is. Ezt minden népcsoport, minden kultúra magának alakítja, hogy azon belül, hogy kell közlekedni. Sokszor egy faluba is másképp kell köszönni. Az európaiság azt mondja, hogy ahova megyek, ott alkalmazkodom, befogadó kultúrát tisztelem. Tehát, hogy olyan országban, hogy az ember nyaralni, hát ha mennénk, ami nem egy európai kultúra, az ember nyilván fölkészül. A befogadó intelligenciája meg, hogyha az érkezőnek vallási alapon levő szokásai vannak, az befogadó félként is tisztelnem kell, mert vallási gyökér. Hát erre elmondok egy egészen friss példát. Most januárban elkezdtem járni úszni, mert imádok, csak nem volt hol, most már megtaláltam majd.
Ez egy szállodának a uszodája. Nagyon szép medence, nagy medence, kis medence. És ott egy idős, hát korombeli idős hölgyel ott megismerkedtünk, és ott úsztunk, aztán átültünk a dögönybe, és megjelent egy jóvágású, magas férfi ember fürdőnadrágban, és mögötte a felesége ilyen talpig becsomagolt, ilyen csadorba, hosszújú, térdet takaró pamut ruha, pamut nadrágba, és bement a medencébe úszni. Na most a lelkem egyik fele azt mondta, a toleráns európaiság lelkem, hogy de hát vallási szokás, hát ezt el kell tudni viselni. A másik fele meg azt mondta, hogy de medencébe. Szóval a tengerparton valahogy az ember jobban elviseli, de hát mindegy, tudomásról kell venni, hogy együtt élünk a Földön, globalizáció, minden előfordulhat. Na az etikett, az a nagyon túlszabályozott, nagyon ceremoniális, hétköznapi etikett nincsen, bele lehetne pusztulni. Egy esküvői ceremóniának etikettje van, a lakodalomnak megviselkedés kultúrája. Hát egy darabig. A protokoll meg azért izgalmas számomra, a protokoll az egész világon egyforma, az eljárási rend az egész világon egyforma. Bárki bármilyen kultúrába jön egy szinten, már egyformán kell viselkednie, mert ha valaki valamit nem úgy csinál, vagy nem csinálja, annak is jelentése van. Ha a két ország nagykövete nem fog egymásra között, a két ország háborús állapotban, tehát jelentéssel vér. És erre nagyon jó példa az állami jelképek használata. Én ebbe belepusztulok, esténként szoktam szoba biciklizni, nézem a híradókat, és addig tekerem. Időnként nagyon gyorsan. Hogy az állami jelképeket az törvény is védi, meg a piros-fehér-zöld, az erkölcsi védelem illeti, meg az nem érhet le a földre. És mit látok a tévében, és gyakorlatilag szalagátvágás, hát annélkül van egy lépése. Minden szalagátvágunk, úszod a medence hosszába a szalag, ott állnak 32-en egy darabot, már még én is már levágok már magamnak, hogy megmutatja, mit csinál vele utána, nem tudom, a szalag vége meg leesik. Egy szalagátvágásnál az első teendőm, hogy a két végére a két hosszú szőkelábút rászervezem, hogy elkapja azt a szalag véget. Hát meg a zászlók kitételen nagyon-nagyon sok helyen rosszul van kitéve a zászló. Azt tudja mindenki, hogy a protokollban a jobb oldalom a fel jobbomra veszem. Tehát a magyar zászló jobbjára is nem úgy, ahogy látom, hanem én vagyok a magyar zászló, így jövök ki a falból, és nekem a jobbomon jön ki a másik. Tehát én vagyok a magyar zászló. És amit még tudni kell, hogy az egész világon kivétel nélkül mindenütt középen a saját ország zászlaja van. És akkor jobbra-balra, jobbra-balra. Állami jelképek használata, azért egy nagyon szép egyetemi példát hoznék. Ez itten. Hát ez itt egy mexikói zászló. Hogy aki ezt kirakta, nem nézte meg, hogy mit raktam föl gyerekek, ne? De azért aranyos. Mondjuk ez arra a példa, hogy ha már csinálom, miért ne csináljam jól. Hát ehhez meg nem is fűznék, ez így szép, ahogy van. Na de menjünk a mi témánkra. Az első a pozitív az kifejezés. Ezzel kell indulnunk, pozitív az kifejezés. Miért kell a pozitív az kifejezés? Mert én bárkivel, bármikor kommunikációba lépek, akár szülő, akár gyerek, akár a boltos, akkor érek el bármit, ha ő előtte engem érzelmileg elfogad. És azért nagyon tartom, fontosnak tartom, mert a gyereket ugye ma már nem szabad fegyelmezni. Hát mert lelkileg se szabad, meg ilyeneket már kitalálnak. Szegényként meg ő szívja meg, járja meg a végén, mert nem tudja, hogy tartozni kell valahogy. Tehát egy tanárembernek ma már nem nagyon van fegyelmezési eszköze. Én azt javaslom, hogy érzelmileg zsaroljatok. Tehát, hogy szeressen a gyerek, és szégyelje magát, hogyha azt látja rajtam, hogy én őt most nem szerettem. Ezt tudnám eszköznek egyedül ajánlani. És a pozitív fejezés, ez borzasztóan kell hozzá. Ugyanis azt annak hiszem el. Bemegyünk egy boltba, ott a két hentes. Egyik ilyen keskencsípejű, szügyik kigombolt. A másik egy kövér pirosorú bácsi, hát valljuk be, női gyengeség. Hát még én is. Hát a keskencsipejőnél kezdem, hogy jó napot, friss ma a karaj? Friss. Azt mondja, a kövér pirosorú bácsi, hogy szép asszonycsokolom, nézze már meg ezt a karajt, reggel ez még röfögött. Melyiktől vesszük meg, ne? És ezzel az a baj, hogy ez most nem, az a divat most, hogy olyan érdekes arca van, ilyen megcsinált szal, ilyen érdekes arca van. Hogy ez az ilyen, jaj, de fáj a fejem, mit csinálunk, adunk egy gyógyszer, tovább, mit csinálunk, jaj, de fáradt vagyok, ha mennyi haza. Szóval az emberiség egyik fele nem az van, hogy dajkálja a másikat. Így nem lehet megnyerni az élet harcát, már az ember jön a kolléganél, már rohanok arra, úristen, már megint panaszkodni fog, de nem éri meg, ez csak egy érzelem. Ez egy nagyon-nagyon fals érzelem zsarolás, mert ezzel nem zsarol, hanem elijeszt. Tehát ilyen, ez nem éri meg. Na most nem minden nap ébredünk úgy föl, hogy szerda van!
Ez nem önt egy ilyen földöntő örömmel bennünket, de akkor is szerda van. Tehát ilyen napon van, ne legyen, mert elveszik. Én már nagyon érzem, hogy kifele ketyeg. Minden napot meg kell nyerni. Ne. Mondok egy-két csodaszert, mert nem mindig könnyű. Mondjuk reggel 6-kor benézek a tükörbe. Hát igen, kihívás. Mert ha úgy hagyom magam, már otthonról minek gyövök el, nem? Mondok egy-két csodaszert. Hát zuhanyozás, dezodorant, higiénjáról hagyd ne beszéljek, büdös ember az AU-ban nem kap vízumot. Utána a lányok nekünk egyszerű, a csodaszert úgy hívják, hogy krémpúder. Aki nem szeret sminkelni, ne sminkeljen. De amikor apró darabokra törve ilyen, ezt az ember nagyon vékonyan fölkeni, kisimul az arc, már egyből jobb. Hát, hogy jó ránézni, szemöldök, az a fiúknak is kell. Emlékeznek a Brezsnyevesre? Miért kell a szemöldök? Mert mihet a tanító ember pozícióban lépek ki, abban a percben nem a férfi a győztes, és nem a nő, hanem a tanult ember. Annak hiszem el, hogy tudja, hogy egyáltalán miről beszélek. Az meg hol jön ki a homlokon? Hát nekem gyengém a kopaszodó férfiak, nem tudom, hogy vagytok. Az ész helye. Mikor egyik-másik képviselőnk úgy befésült-e, és akkor ilyen keresik petefit, vagy a karikatúrán látunk szőkenőt. Na most a szőkenő az nem hajszín, hanem állapot. Ide bezuhan a haja, hajam van, agyam nincs. Tehát minél inkább a homlokra ide vinni a figyelmet. Minél fáradtabbak vagyunk, annál világosabbakat kell fenni. Kihajtott fehér galérból csak úgy sugárzik ki az ember. Gyöngycsor milyen hasznos, megvilágítja. Férfiak, van egy pár férfink, azért nekik is elmondom, tanult ember, aki férfiből van. Tehát szintén zuhanyozás, az dezodor, egy friss fejmosás, egy másfajta aftershave, és igenis, urak, sajnos el kell, hogy mondjam, utálni fognak, de egy tanult ember szerepben egy férfinak minden nap meg kell borotválkozni. Ha arcőrzet lássam mellette, hogy ápolja, mert van az a műborosta, ami csak úgy nő. Ez egy ilyen nonverbális jel, ez a latin szerető, ez a banderász. Olyan éjszakán volt. Nem volt időm megborotválkozni. Én egy ilyen műborostársat meglátok, keresem mindjárt az aranykarláncot, mert szervesen összefügg, és nem mondok neki hosszú szavakat. Hát meg elején már 30 éve ugyanazokat látjuk. A férfiak, hogy öregszenek, ez Kállai Ferenc mondta annak idején, hogy a férfiak öregszenek, fejre híznak, olyan kammacska fejük lesz, és bekammacskásodik, hogy ne látszódjék, ráengedi, hát ha majd a borostát nem látszik. Ez az összes kopottas borosta meg így áll kifele, mint az abátszalonnak. Tudom, hogy kell lehet, de az arcüzlet, az ápolt, azt lássam, hogy az meg van dolgozva, tehát az ápoltság. Egyenes derék, hát nagyon, ezt nálam jobban tudják, egyenes derék mennyi mindenre jó. Egy a gerinc eleve is így pihen, így már feszül. Meg a másik, hogy jön az apuka, hogy tanárnő, a szeme színe. Köszönöm. De a haja színe. Köszönöm. És van, aki nekem egy harmadszor is, vagy az IQ-ja van 95 alatt, vagy már fáradt. Ha nekem vagy az a harmadik, hogy megkérhetem, ezt talán most hagyjuk, jó? Köszönöm. Egyenes derék megemelt áll, és az a másik arcunk. Fegyelmezni is így kell, hogy kértelek, ugye? De eddig a tanárnő, utána pedig kértem. És akkor már mindjárt tudják, hogy hány óra van. Na, az ápolói első lényeg, ez a fél méteres intim zóna, budok, ebben nem szeretjük, ha valaki belejön. Amikor valaki úgy áll meg, hogy fölé hajol, még a gyereknek is belevág a kezem, meg közel álltam hozzá. Tehát ha nem szeretjük, hogy közelebb áll valaki, akkor meg hátrálunk. Ő meg jön utánam, ugyanis vagy szemhibás és nem érzi, vagy olyan kultúrkörből jön, erősen katolizáló, vagy iszlám, ahol lesz szokás. Tehát ne hátráljunk, hanem rosszabb esetben egy ilyen félfordulat, de ami a csúcs szuper, egy A4-es mappa. Hol van ennek jelentősége? Ha nekem ki kell ülnem egy tárgyalóasztalhoz, vagy egy elnökségi asztalhoz, a szék középtől a szék középig 70 centinek meg kell lenni. Hogy elférjen. Egy is kétszemélyes iskolapadban, ha három gyerek ül, akkor már rendetlenkednek, mert nem férnek el. Vagy az elnökségbe is. Ugye tévében látjuk sokszor, hogy kiülnek, hogy még én is. Így ülnek, és aki éppen leül, az mivel nem fér el, átmegy ilyen kockacokor a dobozba,
És mivel nem fér el, hátradől, mert így már nem elnökség, csak bevontam ezt sörre gyereket. Akkor vagyok elnökség, ha könyöktől fel van a kezem, akkor ott vagyok. Egyébként könyököm már kijön, nem érdekez, visszajöttél, érdekez. Most elnökségről azért akarok külön beszélni, mert iskolai ünnepség vagy bármilyen konferencia, bármi elnökség nélkül nincsen. Hát az ma szinte napi munkánknak sajnos a része, vagy nem sajnos. Hogy erről mit kell tudni, hiszen nagyon-nagyon sokszor látok hibákat. Erős, hogy a székközéptől székközépig 70 centi. De ne üljön senki a szélén. Hát de valaki a szélén fog. Hát ha úgy számolom ki, hogy székközéptől székközépig 70 centi meg 35, akkor a szélén ül. De ha úgy számolom ki, hogy székközéptől székközépig 70 centi meg 35, meg még 20, akkor nem ül a szélén. Tehát inkább egyel több asztalt teszek be és rendezem el úgy, hogy ne lógjanak le a széléről. A másik, hogy az asztalt elő földig be kell takarni, ehhez ragaszkodjanak. Mert a kinnülő embernek az elnökségben ez a főső mellkasa a közszereplés. És a lába, hogy áll szanaszék, hát csak úgy elfogoztam, hogy oda vonja a látványt, ha akarom, ha nem. Egy tanári asztal is be van takarva elő nyilván azért, hogy ne vonja a gyerek figyelmét a látvány. Elnökségnél ez duplán működik. A elnökségi asztalra semmifajta konkrét üzenet ne kerüljön. Magyar kenyér, magyar melizsomba, magyar bor, magyar búzakás, puff az egész elnökség nem látszik. Vagy a virágvíz. Imádom, mikor kiraknak egy ilyen szép nagy virágvíz. Egyik előző kormányunk, előző miniszterét láttam a tévében, nem mondom meg, mert megint miniszter. Ült kinna a tévében, és egy ilyen fehér gerberából nézett ki. Megjegyzem, ez neki nem volt vizuálisan hátrányos. A virágdísz két oldalt elő van, nagyon lapos, de elnökséget nem takarom be. Egyszer le kell bemenni, egyszer kell, le kell kijönni. Tehát egy konferenciánk van, akkor szünetben tudnak váltani emberek, nyilván nem közben, mert megyek majd mind gyerekek. A sorrendiség, hogyha nincsen külön vendég, akkor középre a főember, és jobbra-balra. De eljön nekem a miniszter is. Nem rakom be középre, mert aki középen ül, az a munka, az a dolgozik, az az egésznek a levezénylője. Tehát a főhely, az a házigazda jobbja lesz. Tehát jobbomra veszem a főembert, nem középre rakom be. Tehát elnökségnél, elnöki asztalra, tehát nincsen semmi üzenet. A víz kerülhet föl, igényesség kis tálca, rajta szalvéta, maximum 3 pohár szájával lefelé, 3 kis üvegvíz. És a hárman ülnek ki, akkor nem rakom a középső elé, mert akkor elnök úr, elvehetnék egyet, hanem akkor kétszer kettőt rakok ki. És hogy nem rakok föl az elnökségbe pogácsát, hát ez rengetegszer, a mai napig is láttam, hogy pogácsa van az elnökségben. Esznek ottan egyet, vagy mi van? Talán emlékeznek, 3 éve volt, hogy a Bójon egy őrült lemészárolt egy rendőrőr nagyot. Már is ítélték különben. És aznap este egy ilyen sajtótájékoztató volt erről az egész gyász eseményről. Tévében látom, bevonulnak, tech, meg rendőrség, meg minden, bevonulnak. Van egy kis szerény virágcsokor, vizek, meg pogácsa. Na most akkor bevonulnak, hogy hát, hölgyeim, uram, hát meghalt az őrnagy, de várjam, ez még friss, mert ez a mai. Ki eszik ott? Hát ez föl nem merülhet, tehát nem. Na és ha már az elnökség és ünnepség, nagyon sokan kérdeznek meg engem, hogy mostantól engem bármikor megkereshetnek, e-mailben 24 órából válaszolok, mert ha nem, akkor meghaltam. Tehát ragaszkodom hozzá, hogy az e-mail elküldése az nem kommunikáció, az a választól lesz beszélgetés. Nyugodtan lehet engem kérdezni, és mai napig is rengeteget kapok, hogy milyen sorrendben kell az ott lévőket megszólítani. Na most én mindig elmondom, hogy nincs erre külön rangsor. Mert akik, ha megtisztelnek vele és megnézik a honlapomat, van egy olyan pont, hogy az előadásoknál, hogy a díjasor, az egész anyagomnak az egész powerpointja fönn van, püspökök, egyházi rangsor, minden fönn van, de hogy egyházi diplomáciai, tehát milyen rangsorok vannak, de vegyesre nincsen szabály, és én boldogan besorszámozom, ha ilyen kérésük van, de mindig megkönnyörgök, hogy nem szabad egyenként mindenkit. Mert van, mit tudom, 13 vippes. És elkezdik felsorolni a hetedik némán, hogy hány van még? Vagy az a hat? Azt még mind megszólít, de mikor megint haza? Az elsőket teljesen elfelejtik. Nem szabad egyenként mindenkit.
Először is, ami most nem divat, az az embereket, akik ott vannak. És akár politika, akár média, ez az ilyen sibidibidabada, dibidibidabada, egyébként jó estét kívánok, hát ez már késő. Először tessen köszönni a meghívottakat. Hölgyeim és uraim, köszöntöm Önöket a lakossági fórumokon. Nagy öröm számomra, hogy jelen van a körünkben XY miniszter úr. Külön öröm számomra, hogy jelen vannak országgyűlési és helyi képviselőink. Köszöntöm testvérek, delegáció, csoportokat mondtok, és a végén legfőjebb még egy nevet. De egyenként nem szabad, ezt nekem még élő polgármester nem hitt el. Tehát nem kell egyébként. A másik, amit akarok, meg az a beszédek sorrendje, milyen sorrendben hangozzanak el a beszédek. És mindig azt mondom, hogy bármilyen ceremónia is van. Egy ceremónia maximum 3 beszédet bír el. Többet, az is sok. 2. Maradjunk a 2-be, és elsőnek kivétel nélkül mindig a főházigazda beszél. Tehát lejön, mit tudom, a köztársasági elnök asszony, akkor is a polgármester beszél elsőnek. Tehát mindig a házigazda beszél elsőnek, és ő adja át, vagy kéri föl a nagy vendéget a beszédére. Tehát én azt mondom, hogy maximum 2, mert már 3 az már mikor megyünk haza, de meleg van, szóval az már túl sok lenne. Meg általában is, hogyha az ember szervez egy évnyitót, vagy bármi ilyesmit, azt ne felejtsék el, hogy minél több a putz benne, hogy még ez, meg még ez, meg még ez, már mindenki, már mikor lesz már a vége. Tehát nem biztos, hogy mindent bele kell ebbe sűríteni. És ha már ott tartunk, hogy megjön egy vendég. A vendég, mielőtt megjönne előtte az időpont egyeztetése, vagy szülőértekezlet van, és akkor van nagybeszélő szülő, aki elmondja, nagyanyja is ide járt meg ő, szóval amikor ismerik az ilyen, mert mondja, trüttfázat, arra is, hogy este 7-kor és 8:30-kor fejezzük be. Tehát tólig ott adjuk meg, mert akkor ez már hivatalos alap, hogy már több kérdés ne legyen, mert már mindjárt befejezzük. Tehát van egy hivatalosi alapom. Az, aki meg érkezik, annak azért kell tudnia a tóliget, hogy tudja, hogy mennyi idője lesz elmondani, amit akar. Tehát ez mind a két felet védi. És ami fontos, hogy ehhez képest nincs késés. Késés ne toleráljál. Iskolában nyilván a gyerek se késik, mert tudja, hogy abból már beírás lesz. De felnőtt korban én nem tudom, miért csúsznak az emberek, szóval ilyen vagyok, mindig kések. Ne legyen rá büszke, ne? Időben kell indulni. A késésnél, ahogy Darvasi már mondta, olyasmit vesznek, hogy aki engem várakoztat, engem kicsit meg is öl, mert az elfogyott, az nem jön vissza. Voltam egyszer, hogy meghívtak előadásra a parfüm konferenciára, protokoll és a parfümről beszélni. Hát kemény volt, na mindegy. És vártunk egy nemzetközi hírű, magyar származású parfümkirálynőt. 5 perc, 10 perc, 20 perc, 25 megérkezik, azt mondja, tudod Ibolya, a primadonna mindig késik. Mondja, bűzöm drága, a profim meg ott van időben. Nem tudtam más mondani. Tehát nincsen késés. Meg a másik, hogy 3-5 perceket késni, az csak simán slendriánság. Akkor már késen egy órát, nem? Tehát nem szabad a késést, nem szabad találni. Van viszmajor, leszakad a híd, beáll a forgalom, minden van, de akkor szólni kell. És ha a tanárkollega szól, hogy gyerekek, lerobbant az autóm, nem tudok tovább menni, majd mindjárt jövök 20 perc múlva, akkor egy másik tanár menjen be az osztályba, és mondja meg, hogy tanárnőnek lerobbant a kocsija, addig olvassuk ezt meg ezt. Tehát mentse ki a kollégáját, mert a gyerek, ha ül és vár, akkor röhög, hogy készik a tanár. Tehát neki ez már egy esemény. Tehát egymás segítendő, ezzel mondanám. Na, megérkezik a vendég, hogy kell valakit kísérni? Ez igaz vendég, házigazda vendég, férfinőre is. Megérkezem, és mondják nekem, hogy tessék parancsolni. Elindulok, elágazik. Ő utána jön. Most merre? Balra. Most már spondilózisom tökre kiújul. Hogy kell valakit szépen kísérni, megérkezik. Köszöntöm. Akkor kell kezet nyújtanom, hogyha hozzám jön. Ha csak oda kísérem, akkor nem az én vendégem, ugye, hanem az ő vendége. Tehát ránézek, tessék parancsolni, és félvára előtte megyek. Ha beszűkül, megint megyek, mutatva, hogy merre kell neki menni, mindig előtte kicsinkében. Ajtóhoz, ha érünk, kimenjen be elsőnek, mondják, hogy előre kell engedni a nőt, kivéve a kocsma, ahol repül a kés. A hír igaz, tehát nyilvános helyre kocsma, presszó, McDonald's étterem mindig a férfi lép be elsőnek. És ezt nem tudja a párunk, rá kell nézni a párunkra, a kilincsre, meg a párunkra. Ott a férfi lép elsőnek. Egyébként bárhol máskor épületen belül, mikor engedjük előre a vendéget, vagy azt a nőt, ajtó merre nyílik? Ha én felém nyílik, kinyitom, és előre engedem.
De ma már minden ajtó amarra nyílik. Na, apu, anyu mennek színházba, apu utcáról tartja, már szakadt le a keze, anyu... Ha az ajtó amarra, akkor alárendelt fölgyorsít, nem lő ki a másikat, ő gyorsít föl, és belül tartja az ajtót. Hát nyilván nem engedi rá vissza. Miniszterelnöki dolgozóban mindig én léptem be elsőnek, és nem azért, mert én voltam a legszebb, hát dolog én voltam. Az volt a munkám, hogy ehhez jöttél, tehát belül fogom az ajtót. Ja, erre aranyos az ajtóra. Pedagógusoknál voltam, pedagógusi karat, 28 nő, egy férfi, a szokásos felállás. És a végén egy szárnyas ajtóval mentek ki a lányok, és a férfi mögött áll, hogy Ibolya, nekem most meg kell várni, még mindenki kimegy. Ha mondom, nem, de hogy így jönnek a kolléganők, elsőre ránéz, és közelebb lép. Aztán a következőre is ránéz, és már benn is van. Tehát a szememmel kértem ugye utat. Na, a másik, hogy a protokoll főnökként kísérem a francia nagykövetet. Ilyenkor nem nő vagyok, hanem a tanult ember, aki nőből van. De excellenciás úr, ó, nem asszonyom, tessék. Akkor nem kezdjük el, hogy de maga meg tessék meg maga, hanem akkor belépek, és nem úgy, hogy na, innen ma én megyek, hanem belépek, megvárom, míg ő is belép, és megint megyek előtte, mellette. Lépcsőn le, lépcsőn föl. Aki a lépcsőn fölfelé megy, a gravitációtól hátra van a lefele, hátulról kell védeni. Előre megy a nő, alatta megy a férfi. Szoknyája alá lát. Urak, az ilyen picinke alá, alá kell. Az azért rövid. A normál szoknya alá meg hát két-három lépcsőfokkal nem megy rendezve. Aki meg lefele megy, ott meg ugye előtte megyek, hogy kvázi puhára essem. Tehát apróság, de ezt például a gyereknek simán meg lehet tanítani. Tehát ezt ők lejátszva, és nagyon szépen meg tudják ezt tanulni. Na de menjünk tovább, hiszen még jóformán el se kezdtem a témámat. Az első az a találkozás. Most, amikor a találkozásról beszélt, mindenki az van, hogy kinyújt előre kezet. De nem ez az első. Az első az a szemkontaktus. Aki nem néz rám, az nincs ott. Tehát rá kell nézni, bólintani. Iskolába is a gyerek, hát a folyosón legjobb lenne, ha köszönöd, de ha nem, akkor legalább nézzen oda, és bólintson legalább, ha már nem is köszön. Vagy, tehát maszkban lehet kommunikálni, napszemüvegben meg nem. Mindig ezt mondom, a szemkontaktus, rá kell nézni, és akkor megvan a kapcsolat. Ez a lehető legfontosabb része a kapcsolatnak, a szemkontaktus. Nézd rá, ha beszélek hozzá. Utána jön, még nem a kézfogás, utána a köszönés. De a köszönésről azért kell külön beszélni, mert ez megy kifelé a divatból. Emberek ütrepűs nem köszönnek. Pedig annyira egyszerű, aki belép, köszön. Én belépek egy áruházba, köszönök. Belépek a liftbe, köszönök. Aki belép, köszön. És nem azért, hogy van, aki fogadja, hanem én beléptem, én köszönök. Tehát a tanár belép az osztályba, nyilván köszön, hiszen én léptem be. Tehát az köszön. Na jó, nem akarom nagyon feszíteni a húrba. Mi még fölálltunk, amikor a tanár bejött, de hát ezt mondjuk ma már nem nagyon tudom, hogy el lehet-e várni. Folyosón is, ja, ki köszön előre? Elvben a férfi köszön a nőnek, fiatal az idősnek, de embereket meg kell tanítani köszönni. Hát ugye 7 miniszterelnök, a kabinet munkatársak azok 6-szor váltottak, és jöttek az újak, és mentek a parlament folyosói, mint a vakégét. Én megmondom, köszönni csak kéne. Új fiatal kollega jön, én mondom, hogy jó napot kívánok, még vissza nem köszönt. Legközelebb már 10 méterről köszönt. Vagy ha nem fogadja, mert nem fogadja. 5-ször nem fogadja, én többet nem köszönök, de köszönsz. 10-szer, 15-ször, 20-szor. Még találkozunk a büfébe, azt mondom, hogy ismerkedjünk, hanem próbáltam önnek köszöngetni, ha megengedni engem görögi bejátszani. Embereket meg kell tanítani. Tehát a gyerek is szokja meg, hogy köszön. Ha megyek és látom, hogy a kapuszni, ez még kitalált ez? Akkor megállok és elkezdem őt nézni. Amíg nem köszön vissza. Vagy legalább nem köszön. Tehát ezeket nagyon-nagyon beléjük kell nevelni. Ez a kapuszni. Egyszer meghívtak ilyen középiskolásoknak, ilyen érettségizős korosztálynak, és több iskolából, és ültek vagy 200-an, és egy csomóan ez a kapuszni úgy. Én megmentem, lerángattam a fejükről. Engem az annyira zavar, és majd beszélek róla, ez a mobilozás is annyira bezárkózottá teszi az embereket, ráadásul még kapuszniba is. Hát ez persze, hogy nem köszön, hát van másik ember, nem is tudja. De én ezt nagyon-nagyon haragszom érte. Nekem az osztályban ott nem fázik a feje. Ha elmegy futni, akkor tegyes, hogy de na, én nagyon nem szeretem. Na mindegy, nem erről nem akartam beszélni. Tehát a köszönés. Viszont ha ajtót kinyitják, nincs benne levegő, az nekem a folyosón nincs nyitva, mert nem engem várt. Még bent dolgoztam, ott ültem, kolléganő megáll, azt mondja,
Szia, itt vagy? Amíg nekem nem szól, ki nincs kinyitva. Vagy tanári szobában, ott vagyok, már ott van már 30-kor, holaga belépek. Sziasztok, jó reggelt, és mikor megyek a helyemre, a szomszédomnak még egyszer külön köszönök. Attól nem esik az alagyű a kezembe, hát a kapcsolat volt a köszönés. És akkor megvan a kapcsolat. Na, a köszönési forma, a jó napot kívánok az általános, ezt mindig lehet használni. A jó napot az már nem jó napot, vegye le a kalapot, tolja a lagatját. Jó napot kívánok. Ha nekem valaki mondja, hogy jó napot, ezzel a dallammal válaszolok, hogy jó napot kívánok, ezt hozzá kell tenni. Azon a kezécsókolommal való köszönés, ez a monarchiában alakult ki a tiszteletnek a nyelve, a tetszikeléses világ. Én egyébként nagyon kedvelem a tetszikelést, mert ez se nem tekezés, se nem makázás. Én minden miniszterelnökömet tetszikeltem, és nyilván nem a kora, hanem a rangja miatt. Ez egy olyan nagyon, én nagyon szeretem a tetszikelést. Ez ma már azért megy ki a divatból, és a csókolommal való köszönés, hogy a férfi a nőnek csókolommal köszönt, gyerek a felnőttnek csókolommal köszönt, múlt időbe kell mondani. A lényeg, hogy nem minden, ez a hölgynek jár ki. Tanult ember, aki nőből van, jó napot kívánok, hölgy, ez két különböző, nekünk meg el kell tudni fogadni, de legalább köszönjön. És aztán amire ki akarok térni, utóbbi időben vált általános egy belép, életemben nem láttam, belép, azt mondja, hello. Ez meg nem egy szó, mondhatom azt, hogy zeller. Ennek legalább értelme van. Az a hello, az a már kialakult, szia, szevasz, baráti körben rendben van, de egyébként a hello, ami a tegezést hozza magával, az nem normális. Hello. Erre a kedves jó szülő első alkalommal belehellóz. Jó napot kívánok. Vagy megérti, vagy nem, de nem érti meg. És tegez. Most tegezéssel az a baj, hogy és ezt nagyon-nagyon sokszor ma már találkozom ezzel a problémával, hogy a nyelvészek azt mondták, hogy a magyar nyelv az változik, az nem egy rögzített valami, a nyelvünk változik, és a tegezés általánossá vált. De ez nem igaz. Az angol jó az a te, de nem, az angol csak a jó Isten tegezi. Egy német, egy francia, egy orosz, az azzal tegeződik, hogy a családtaggal tegeződik, vagy idegenekkel nem. Tehát ez nem igaz, hogy a te a normális, mert mindenkiben ez a belső hang benne van, ha akarja, ha nem, hogy azzal lehet tegeződni, akivel társadalmilag azonos szerepet töltök be, együtt őriztünk libát, vagy nem őriztünk együtt libát. A taxis tegezi a másik autós, tegezi a benzinkutast, de étteremben a pincérőt letegezi, hát ez mit tegez az engem? Mindenki tudja, hogy a tegezés az nem normális, az egy közelengedés, az egy szinten való kommunikálás. Ennek ellenére tudom, hogy elterjedt, ami most még ebben a szörnyűséges, megint a gyereknevelésre térek ki, hogy a gyermeket a szülő nem tanítja meg arra, hogy nem szabad tegezni a nagynénit, meg a szomszédasszonyt, óvónénit is tegezik a gyerekek, és a gyerekkel szúr ki, mert ha a gyerek az óvónénit tegezheti, és 3 hónap múlva megy az iskolába, ott meg már nem lehet. A gyerek fog ott állni, hogy hát eddig lehetett, most meg miért nem lehet. Tehát legalább a fogalommal legyen tisztáva, hogy nem lehet mindenkit tegezni. Még a szerbusz óvónéni azzal még úgy, ahogy el vagyok, de azzal se nagyon. Tehát a tegezés önmagában egy közelengedés. Én egy ilyen eléggé hagyományos vagyok ebben a viszonylatban, tudom, hogy ez változni fog, de nem normális. Gyors étkezdébe azt mondja nekem az eladó fiú, hogy hello, mit kérsz? Ilyen szótál életem. A tegezésben van egy szörnyű szabály, hogy akit egyszer tegeztem, még élek tegezni kell. Tehát nincs, ez az egyik, a másik pedig, hogy a felajánlót elkezdett tegezést visszautasítani, sértő, nincs csendőrpertó. Miért nincs csendőrpert? Ez a drága jó szülő engem letegez, én meg visszamagázom, mi fog történni? Hogy ez a véniszén mit magáz, én meg hogy merez engem tegezni? És 2 vasbeton zuhal le, soha többet nem tudom meggyőzni. Tehát tegezésre tegezés van, de ezzel a hellóssal én nem akartam volna. Hello, jó napot kívánok! Tovább tegez, akkor a múltkor már tegeződtünk, hogy hol is találkoztunk? Vagy apukám házában lakott? De meta? Nem érti meg, még tovább tegez. Hát szerbusz, fáradjon be. Bocsánat, fáradj be, foglaljon. Foglalj, hát eltéveztem, és minden igét nagyon látványosan kijavítok én saját magamnak, ezt az én már észreveszi. Mert ha nem, akkor le voltunk tegezve. És most a szabályt mondtam, hogy még élek tegezni kell, ha legközelebb találkozunk, és én magázom, neki rá kell jönni a tegezést, akkor én nem akartam volna.
Tehát az, hogy már tegeződtünk, azt nem mondjuk is senkinek, mert ő azért téveszt el, mert neki nem volt normális. Tehát legközelebb jön, akkor megint magázom, vagy rájön, vagy nem jön rá, de nem, többnyire nem jön rá, és tovább tegez. És a tegezésem van, sokkal hamarabb jönnek ki dolgok, amiknek nem kellett volna kijönni. Tehát verbálisan is nehezebb karbantartani. Tehát mondom, az egy bokorból valóságot jelenti. Na most családon belül nyilván kialakulnak, ahhoz én nem szólok hozzá. De a gyerek érdekében, a gyereknek meg kell tanulni, hogy van különbség. Én legkésőbb a középiskolában kötelezővé tenném, hogy legalább az ellenkező nemű tanár magázza a diákot, hogy a diáknak más, ne tetszik elni, magázni kell, hogy megtanulja ezt a technikát. Ó, bonyolult, inkább tegeződjünk címe, ön meg maga, amit, ön az a fölfelé, maga az a szint. A magát nyugodtan ki lehet mondani, de nincs áthallása, csak hogyha a hangsúly jön, nem maga, az persze már. De az vokálisan, az normálisan elfogadható. De a lényeg az, hogy a magyar nyelv ezt nem teszi kötelezővé, hogy és akkor majd ön látni fogja, és akkor majd látni fogja. Nem kell beszuszakolni bele. Jöttegezés, van ez a bútoráruk, ez a skandináv. Én egyszer voltam benne valamikor 20 éve, én soha többet. Engem egy áruház ne tegezzen le. Hát nem? Vagy amikor megyek ilyen, ez a multi-level marketing, ez a lendolgozzá fönt keresi, hogy nézzem meg a honlapjukat, hogy mivel foglalkoznak, és tegezve van írva. Be is csukom, az nem nekem szólt. Egy tegezés az a haveroknak szól, tehát az nem igaz, hogy ezt általánosan kéne tenni. Na most, hogyha se nem ön, se nem maga, akkor ugye hogy kell valakihez odafordulni? Szólod, mondta valakit, le akarsz győzni, szólítsd meg. Na de hogy kell valakit megszólítani? 90-ben kaptuk meg a rendszerváltásba, hogy tudjuk már meg, hogy az elvtárs-elvtársnő után mit kell majd most mondani, hogy tekintetes méltóságos, vagy nagyságos. Hát lehet, hogy most lesz, nem tudom. Nyelvészeket, akadémiai nyelvtudományt kérdeztük meg. A legjobb, ha a rangja megvan, rangú rangasszony, ebben nem lehet téveszteni. Mondaná nekem valaki azt, hogy protokollszakértő kisasszony? Föl nem merül. A rang azt mondja, az nem azt jelenti, hogy volt-e már fiúval, vagy nem volt fiúval, hanem hogy nőből valósítölti be a rangot. Tehát rangú rangasszony. Ha nincs rangja, akkor lehet csak a név. Ja igen, a név, ha családnév és úr, ugye Kovács úr, akadémiak azt mondta a nőkre, akadémia, hogy keresztnév és asszony, de az nem jó. Akkor mondjuk egy nőre, hogy keresztnév és asszony, ha valaki a férje után válik ismerté. Azt halljuk, hogy Anikó asszony. Jó, az Orbánné. Vagy Beja asszony. Akkor lehetnék én Ibolya asszony, ha nekem lenne egy gazdag professzor férjem, szerencsére nincsen. Akkor a professzorné az Ibolya asszony. De a magam rangján Ibolya és magázás. Tehát nincs más megoldás. Ön a tanárnő az nyilván teljesen, tanárnő teljesen normális. De ha a keresztnével havar rangom, akkor az már kevesebb. Vigyázni vele. És ha nincsen neve sem, akkor lehet csak a semleges uram asszony. Mert ha van neki, akkor ezek már lejjebb. Hát, tudom a nevét, és mégis uramnak hívom, akkor lefokoztam. Tehát ezt be kell tartani a sorrend. És van ez a hölgyem, hát én nem tudom, hogy vannak vele, de nekem a hátamon a szőföl áll tőle a hölgyem. Hölgy, egy mondatban, hölgyem, nem kéne. Ha ma a nevemet tudja, akkor pláne nem. De a piacon is a entes, a misi, már tudja, hogy nem lehet nekem csak egyszer mondani egy mondatban. Mert ráadásul nem minden nő hölgy, azon látszik, ugye Hermelin szóból származik, a kis krúdi világ, a tülfától van meg, minden az a hölgyem. A néni a piacon a két kosarával, az nyilván az asszonyom. Tehát ez két különböző nő. Meg ez a bűnöző hölgy háromszor többe. Milyen aranyos, nem? Na. Honnan tudom meg valakinek a nevét, amikor bemutatkozunk, itt milyen problémák vannak? Ezt megint csak a gyerekeknél simán meg lehet tanítani. Ja, még egyszer, még a tegezés magázásról egy fontos dolog, ha csak nő van, idősebb kezdi a fiatalabbnak, nem rangra, korra idősebb kezdi. Férfinél szintén korra idősebb kezdi. De ha férfi és nő is van, az csak a nő kezdheti el. Tehát úrnak az, hogy tegezhetlek, ez már tegezve van mondva, meg kell üzenni kolléganővel, szólj már neki. Az úr az igazgató, hogy szervusz, nálunk tegeződünk, megtisztel igazgató úr, én is meg gondolom, felajánlom, akartam még várni egy kicsit vele. Tehát, és mondom, ezt sokszor megjártam már, hogy csak lányok voltak ott, és mondtam, hogy tegeződjünk. A szünetben engem magáztak, mert hogy öreg vagyok.
nagyon megsínlettem. Tehát ez akkor az már tényleg tartani kéne végig. Ezért inkább én állok vissza a magázásra, az a megoldás egyébként rá. Tehát még egyszer a tegezésről, ne engedjük meg, hogy a gyerek tegezzen bennünket, még alsó tagozatban sem, tanulja meg, hogy van az ő érdekében, tanulja meg, hogy létezik az, hogy nem tegezem, hanem magázom. És a maga helyett tanárnő vagy tanárutat szólítson meg, tanulja meg. Az Erzsike néni, az a napközis pedagógus, segítős, asszisztens esetleg lehet, de a tanárembert az a rangján kell, hogy szólítsa. Na és ezt álljon a készfogás. Na most a készfogás, ja, és készfogás és pandémia. Kitört a pandémia, és azért beszélek róla, mert a mai napig és nyomaiban megmaradt ez, hogy elszoktunk a készfogástól. Tehát a mai napig is még valahogy vigyázunk ezzel az egészen, nem tudom, megfigyelték-e. Na egy hétfői nap volt, hogy nem lehet kezet fogni, és azon a héten mindjárt szerdán volt egy EU csúcs. Nem mondom, a nagyok mit csinálnak. És még volt Merkel asszony, és Merkel asszony ment körbe kezet fogni, az egyik férfi meg úgy így csinált, és ő akkor kapcsolt, hogy nem lehet. És akkor először elkezdték ezt a láb összeű ütögetést, de ez hamarabb maradt, mert a nők is megbillenthettek. Aztán jön a könyöklés. Ennek van neve, könyök puszi ez. De én még élő embert nem láttam, aki ilyenkor ne röhögne föl. Van egy ilyen humor. Egyik barátnőm mesélte, hogy ment az orvoshoz, és orvos ment ő fele így, ő meg belekarolt. Csak mondtam. Tehát nem kell ezt erőltetni, rá kell nézni, bólintani, és le van tudva. Tehát nem kell ez az érintés. Ja, ez. Ez most divat, az ökről divattá vált. Ha jön két férfi, és eltalálja, azt mondom, rendben van. Ha már mellé megy, nem? Nem, mentem egyszer egy helyre, és mindig a fogadó fényújt elsőnek, és a férfi jön felém így. Hát én meg lányos zavaromban így csináltam, és beleöklözött. Az, hogy egy nő így, hát elképzelni nem, hogy néz ez ki? Hát nőként föl nem merül. De nem kell előtetni, rá kell nézni, borintani, és le van tudva. Szia, hogy vagy? Vagy ha nagyon készfogó szülő jön, akkor jó napot, de rég láttam, egészségesek, de jó, hogy láttam. Tehát, hoppá, levittem itt a szubehőrt. Tehát egyszerűen rá kell nézni, bólintani, és le van tudva, nem kell ez a készfogás. De nem tudom, megfigyelték-e, ez egy ilyen porosz bürokráciából maradt magyar szokás, bennül 10 férfi. 14. jön, még mindegyikkel kezet nem fog, esik át asztalon, fotelen, nem nyugszik meg. És akkor akik éppen beszélgetnek, vagy valaki fölállná, mit csinálnak, tehát zavar van vele, széket arrébb kell tolni, minden. Oda beintek, és köszöntem, és kész. A férfi ember nyilván mindig föláll készfogáshoz, a nő meg milyen minőségemben vagyok. Hát simán nőként akkor fölnyújtom, ha a tanult ember, aki nőből van, akkor meg megemelkedem. És ha megemelkedtem, akkor a férfi is tudja, hogy mondja nem innékünk hosszú szavakat. Kinyújt előre, aki belép köszön, és mindig a fogadó fél nyújt elsőnek, mert én fogadlak téged. Tehát ez bármilyen rang, bármilyen nemű is, mindig én fogadlak. Tehát nőként megyek, a férfi nyújt előre. Egyébként pedig a fiatalabb mutatkozik be, és az idősebb nyújt, és itt már a hierarchiát beleszámít. Ha túl magas rangúak, az már az módosíthatja, de alapszituációban a férfi mutatkozik be, és a nő nyújt kezet. Na, milyen probléma, mert bemutatkozást nem mondtam végig. Férfi indul, jó napot kívánok, Szabó Gábor vagyok, jó napot kívánok, Görög Ibolya. Egyszerre hangzik el a két név, és nem értem, hogy mit mond. Egy darabig lehet ilyen, tudja ön, de lebukunk, és valakit rossz néven szólítani, szörnyű sértés. A nevünk a miénk, mondja Szókratész. Hát én már kaptam e-mailt, kedves Görög Zita, szeretnénk fölkérni, hát nem értem rá. Most ha találkoztunk, arrébb mentünk, nem érdekes, de ha nek tétje van, mert új munkatárs, vagy én vagyok új munkatárs, vagy el kell neki adnom, hogy meg kell őt győznöm, gyereke ügyében sokszor fogunk beszélni, akkor azt mondom, Görög, figyelj, hogy mit mond, figyelj. És mikor kimondja, elsőre gyorsan azt mondom ki, Bajzát úr, jó napot kívánok, én Görög Ibolya vagyok. Egerbe jöttek Bajzát úrék? Egerbe mi újság van, Bajzát úr? Mondogatom kifele, hogy megjegyezzem. De találkozunk legközelebb, és nem ugrik be, azt mondom, hogy Kecskeméten találkoztunk, én Görög Ibolya vagyok, és megint be fog mutatkozni nekem. És na, vagy pedig a bemutató, aki bemutat, csak a rangot kell, hogy mondja, hogy új kollégánk, tanítványom volt, vagy abban a sörreklámban, hogy a lány, akiről már beszéltem, és akkor ő mondja a nevét, én meg fölöllek, hogy milyen nevet mond. Nyilván ilyenkor teljes nevet kell mondani, kitti vagyok, az nem elég, a teljes nevet kell nyilván mondani.
És van egy magyar átok, ez a Szabó Gáborné vagyok. Hát most akkor Szabóné vagy Gáborné, mert asszonyom az már kevesebb. Ha Szabó Gábornét hallunk, automatikusan elmondhatom, hogy hogy szabad szólítanom. Erzsébet. Köszönöm, Erzsébet, én Görögi Bolya vagyok. Az elsőnek azt tisztáztam, hogy tudjam megszólítani. És ha ő azt mondja, hogy Erzsébet, akkor nem Erzsike, nem Bözsike, nem Bettike, hanem Erzsébet. Egyedül ő mondhatja azt, hogy tudod, mi drága, szólíts Bubunak. A becenevet azt én döntöm el. Én az Ibolykától szoktam kiugrani, ahogy csak vagyok az ablakon. Tehát a lényeg, hogy a nevünket, hogy az érthetően mondjuk, és érthetően, és ha nem, akkor meg visszakezdett a nevünket, azt tisztázni kell. A kézfogás minősége egy emberről mindent elmond. És ezt nyugodtan a gyerekekkel le lehet játszani, meg lehet tanítani, nekik ez még játék ilyenkor. Tehát csípőmészség elalap, tehát nem így nyújtom, hanem így, és eddig a hajlatig be kell tenni a kezet. Nem csak úgy a végét megfogni, át kell fogni, kicsit meg kell szorítani, és kétszer-háromszor meg kell rázni. Aki csak úgy belehuppantja, ez a alacsony a vérnyomásom. Hát ez már majd tápézre is megy mindjárt. Meg van egy tipikus férfi hiba, ez a mutatók, ez nem zárjuk ide a középső mellé, hanem ide be. Ez a betapel. Egyszer ezt hálódában tartottam, és este lejött a főnök elköszönni nekem, és így be. Mondom, hát ez én már regasszom vagyok. Azt mondja, hogy Amerikában tanult, hogy ez a bizalomnak a jele. Mondtam, hogy nem. De nem megyünk át a csukron. Ja, igen. Asztalon keresztül derékszögbe így doktor ráfogadom. Megalázás. Asztal mellett, vagy minden kötél szakad, legalább feldém. Szülők gyülekeznek, akkor nyilván kilépek, és úgy fogadom őket. Vagy egyenként mindenkivel, vagy azzal, hogy... Jó napot kívánok! A Kovács Pista papája, tessék fel, hogy örülök, hogy látom. A kedves esély, abban hozzám, igen, debadeba, ha, sibi, habada, sibi. És akkor nem kell az a rengeteg kézfogás. Hát, ha jön felén valaki, akkor persze el kell fogadni. Ha meg nagyon megszorítja, akkor nem mondom azt, hogy de jó erős keze volt, mert már orva is vágom. Európaiság nem negatív és nem vág oda, mert a másik minden rosszat hal, becsukódik, és nem tudom soha meggyőzni. Ilyen meta módszerek vannak. Ha nagyon szorítja, elmozdítom. Vagy lenézek, meg vissza. Akkor már nem. Jó, asztalon keresztül nem fogunk. Kihaló félbe levő típus. Ha ilyenkor elfogadom, akkor engedem, hogy engem jó alázzál meg. Tehát mit kell csinálni? Az ő karjával nyújtom az én karomat párhuzamosan 5 centire, és ez elkezd keresgélni, és fölnéz. És ha fölnéz, megvan a kapcsolat. Na, a kiscsók. Az azért kell róla beszélni, ezt még a pandémia se tudta kiirtani. Pandémia ide-oda, ez megmaradt. Már nagyon-nagyon több száz éve ugye tiszteletnek a jeleként egyházi szertartásokból a királyok, aztán a polgárosodásnál a polgárok is, a tiszteletre méltó nőnek jár ki. Urak, az anyósuk, vagy műfaj. A kezünket mi nők mindig kézfogásra nyújtjuk. A férfi úgy dönt, hogy tiszteletre jön meg, csak hogy mindig a férfi fordítja. És ilyenkor, hogy ugyan hagyja, nem kell már. Nem éri meg magaz, majd kaland, rima, lehet itt beszélgetni, én azt mondom, hagyod hamarabb szabadulsz. Megemeli, maximum a nő meglégemeli, egy kézzel, nem kell kettőben, mert olyan nagyon nem nehéz, megemeli, fölé hajol, és ajkaival nem érinti meg. Gyönyörű, nem tudom, Poirot ki szokta nézni. Gyönyörű a mozdulatsor. Na, a helyi szokásokat tisztelni kell, mi nem úszunk meg, lányok, nálunk cuppangat. Akkor ne, akkor tűrűgesed, várd meg, amíg elfordul. Ha meg már ide rángatná is, lesz ki lehet szúrni messziről, műborosta aranykarlánc. Azt a kis-kiszti hangyát csókolom, édes oson, akkor résem vagyok, és szerintem a magaságnál a felső karomat befeszítem, hogy akkor legalább hajoljá. Ha főrángatja, mert főrángatja, és innen vadul szemez, akkor meg ne nézzünk oda. Csak mondom. Ezt a képet azért szeretem megmutatni, mert itt még így meg is fogdosolódza ilyen kis husi-musi. De ezt még megtanítani sem érdemes, mert ki kéne már lassan menni a divatból. Tehát nagyon-nagyon kevés hely az, ahol ez tulajdonképpen jogos. Itt a fölé hajlás. És itt jegyzem meg, hogy ha már Petra szóba hozta ezt, hogy a politikusok nevelését, hát már én nem vagyok ott, hál' Istennek, de valaki visszamondhatta a miniszterelnökünknek, mert ő mindig ilyen cuppangatós volt. De most már csak fölé hajol.
úgyhogy elértünk. Na, mi van a puszilkodzással? Ugyanis a puszilkodzás Magyarországon azért terjedt el, mert a nők, magyar nők nehezen fognak egymásra kezet. Frau Schmidt, Frau Müllerrel Kölnben egy szobában dolgozik 20 éve, reggelenként kezet fognak. Hát én meg a kolléganőimmel nyilván nem fogok kezet, de én nem is puszilkoztam, mert a puszinál a legintimebb részem az arcomhoz ér hozzá. Az arcom és a lábfejem a két legintimebb dolog, ami a ruhából egyáltalán ki lehet, tehát az intim terület. És ehhez hozzáérni, ez egy régen láttam, szülinapjában, tehát extra ajándéknak lenni, nem szabadna elpazarolni. Ha van az a szőkenő, hogy jön, hogy puszi, 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 akkor megfogom a vállát, ide húzom, visszatolom, és sokáig nézem. Nem nyomom, hanem fogom, húzom, nézem kész. Ezt azt a gyönyörű felsőképet azért hoztam el, egyrészt szép. Másrészt meg, hogy együtt élünk a Földön, rengeteg kultúra találkozik, tudnék, hogy van olyan kultúra, ahol jellemzően egyvallású a lakosság, és annak a vallás, Magyarországon tudjuk, hogy több egyház van, vagy jellemzően és ennek az egyvallásnak a szertartása úgy zárul, hogy a béke jeleként megérintik, megölelik, vagy meg is csókolják egymást, ilyen az iszlám, ilyen a zsidó, ilyen a katolikus, ilyen a pravoszláv, a szerb ortodox, ott ez mégis szokássá válik, és visszamegy a közéletbe. Hát két angol parlamenti képviselő fog puszilkozni a Westminster folyosán. Teljesen kizárt. Tehát kultúra függő. Tehát mert elítélem, megítélem, hogy mitől ilyen, mit fogdos az engem. Hátba veg meg minden, ugye milyen kultúrából jött. Na, a következő az a másfél méteres burok, az azért fontos, hiszen nagyon sokszor úgy kell elbeszélgetnem akár szülővel, akár gyerekkel, hogy én meggyőzzem őt valamiről, és hogy engem komolyan fogadjon. Egy asztalnál egymással szembe kell, normál magasságú asztalnál. Nekem ugyan saját gyerekem nincsen, de ilyen fogadott, már most unokám is van egy családnál. Ez a 4 éves kislány, ez a kis császár kislány, ez a nekem, én, mit hoztál, ismerik ez a én. Na. És hát ugye én nem szólhatok rá, mert nem az én gyerekem, de valahogy el kéne vele beszélgetni. Az étkező asztalhoz hívtam, és nem a gyerek székbe raktam bele, hanem a felnőtt székbe tettem könyveket, hogy ő is az asztalhoz tudjon ő is odaférni, és a kicsi karját ő is így fölrakta, meg én is. Úgyhogy elkezdtünk beszélgetni. Azóta tisztel. Tehát tudja, hogy már velem másképp kell. Hogy az asztalon fönn van a kezem, és akkor meggyőzöm egymással szemben. Na, mentem egyszer egy székhez, házigazda fogad, ugye ő mondja meg, hova jövök, a tárgyalasztalhoz levet, és nem asztal volt, csak az a 70 centis volt. És ahogy így leültünk, összejött a fejünk meg a térdjünk, és ő mit csinált így. Na most, aki így ül, az nem lehet beszélgetni, az ilyen, zártam otthon a gázt. Akkor figyel, mikor leteszi. Ha önökkel, bármikor, bárki, mert így leülni, van egy technika, én kipróbáltam, el kell kezdeni nézni a hónalját. Mentem lekapja a kezéket, mondom. Na, szemkontaktus. Most volt az olyan workshop, körbeülnek. Na most ez akkor jó, ha ők egymással beszélgetnek, anonim alkoholisták klubja. Mert ha arról van szó, hogy engem, hogy én beszélek, az a kör közepén nem tudok itt körbe-körbe állni, beszélni mindenkit. Tehát ez az egymással beszélgetést él. Ha azt akarom, hogy rám figyelnek, akkor én felén kell őket ültetni. Tehát nem lehet közéjük ülve, mert akkor nem látnak a szomszédom. Szóval az nem, tudom, hogy erősítik ezt meg, hogy a csapat szellem, meg minden, de megvan annak a helye, amikor ezt lehet, és amikor nem. Na, és ha már kapcsolatfelvétel az online. Online tanítás is volt, de szerintem reméljük, hogy nem jön vissza, bárki tudja, bármikor visszajött. Ez a home office dolog, erről mit kell tudni? Akkor a pandémia volt, sokan írták nekem, hogy szétcsúszik a napjuk. Hát mondom, miért engeded? Minden fejbe dől el, kivéve a létre, ahogy szokták mondani. Ugyanúgy föl kell kelni, lezuhanyozni, reggelizni, föltözni, ugyanúgy kell, hogy indítsam a napot. Tehát nem lehet csak úgy pizsamába, hogy mi lesz ma? Úgy ne, az a napod olyan is lehet. Hozzá kell ahhoz készülni. Pláne, ha videókapcsolat van. Ugye online-utás videókapcsolat, ugye óra. Ami a kamerában látszik, ott nekem a tanult embert kell hozni. Tehát legalább ott nézzek ki. Te szerintem vagy ügyvéd, vagy broker, vagy ilyesmi. Tehát fölülről úgy kell kinézni. Ez a virtuális kapcsolatnál is. Ugye úgy kell tudni leülni, hogy fönn tudjon lenni a kezem, és a gépen ne legyen nagyon közel, mert az egész fején átcsúszik ilyen béka perspektívába. Tehát a Skype-on a beállítás gombnál
hang és képen be lehet állítani, mit fognak rólam látni. És nekem a tanult embert kell akkor is hoznom, hogyha otthon vagyok. Tehát ne legyen a háttérben mosatlan, meg kis tisza meg oda, bejön ülembe, fölülök a kis kutya. Az más, az magánélet. Tehát nekem onnan tanító ember vagyok otthon is. Hogy nézek ki, hogy tartom magam. Ha netántán mégis valaki velem szemben a képernyőn így csinál, hát nyilván nem tudom nézni a honolyát, mert nem látja, hogy mit nézek, hanem azt mondom, hogy nem szakad ki az inge, és akkor már le is vettem. Ami tilos, ja, még majd a tiltásokra átmennék, még egy kis tanács. Nézzék meg tévében, Skype-on kapcsoljuk a szakértőt, és a szakértő legtöbbje így beszél így. Hát mondom, az olvassa. Mi van neki, ki van téve a tabletje vagy a laptopja ide, és akaratlanul is szemkontaktus teremt a riporterrel, a kamera meg itt van. Tehát azt akarom, hogy szemkontaktus, hogy egy gyerek rám figyeljen, akkor a kamerába kell néznem, mert ő akkor érzi azt, hogy én ő ránézek. A kamerába kell nézni. Nem a Londonba unoka, hogy pici-pici, hanem pici-pici, oda föl, tehát hogy az neki szóljon. És még egy online iskola rendszer, ugye gyerekek bejelentkeznek, igenis meg kell követelni, hogy kócos vagy, ne pizsamába üljél, tehát tanulják meg, hogy ott megjelennek ők is. Hiszen az, hogy állásinterjúra mondjuk kell nekik menni online, tehát szokja meg, hogy ott is meg kell jelennie. És hogy nagyon gyenge a wifi, kikapcsolom a mikrofont. Hát ne kapcsolja ki, mert akkor elmegy játszani. Mindenkit látni kell, ezt előírás, ne menjen el, ott üljön szépen nekem. Erre egy aranyos példa volt pandémia kezdetén. Argentinában, vagy talán Chilében, nem tudom, egy parlamenti online ülés volt a költségvetésről. És az egyik képviselő megjelent online otthonról, hogy az ölébe ült egy ilyen szőke, bögyös barátné galambocska, és meg így puszilgatta neki a kebelét. Hát az egész képviselő, de úgy, ahogy volt, kinyúltak, mindenki röhögött, és azzal védekezett, hogy elfeltett, hogy be van kapcsolva a kamera. Hát de képviselőként költségvetési vita volt. Na mindegy, hagyjuk. Hát ott igenis a legalább olyan fontos az megjelenése. Nyilván, enni nyilván nem lehet. Tehát, hogy még ott van a kávét, az inni lehet, enni nem. Telefonban, hogy kis türelmet, lenyelem a falatot. Mévet tett fel addig, nem? Meg hogy a kávé is, hogyha van kedvenc piros elefántos kis bögrőcském, és abból csak kávét iszok, de már több mint egy hete, az időnként mossuk el, csak szoktam mondani. Tehát ami látszik a képernyőn, az teljesen hitelessé legyen az én szerep, könyves poszt, ilyesmi. Ha fehér fal elé ülnek le, akkor ne legyenek fehérbe. Mert akkor a fehér háttér fehér bluszból a kéz meg az arc ilyen, mint régi negatív filmeknél fog ez így bemondani. Na ásítás, itt már kicsit kibővítem a kört, amit egyszerűen meg kell tanítaniuk. Az ásítás ne tűrjék el gyerektől se. Az azt jelenti, hogy umlak. Sok mindent lehet, műlevegő, műfény, vércukorszint, sok mindentől lehet elfáradt gyerek, de jelentése az, hogy unlak, és az mindenkit halálosan sért. Mert a figyelek rád, az a legpozitívabb hír, mert figyelek rád, az unlak, ez mindenkinek szörnyű. És nem a szájüreg látványa sértő, hanem a tény, mert ugye így is látom, vagy így is. Akkor le kell hajtani a fejet, jegyzetek fölé, vagy zsebkendő mögé, azt mostantól takarja el mindenki, ha csak nem akar valakit megbántani. Engem halálosan tud idegesíteni. Na, zsebkendő, meleg leves orfújás. Hát egy jó forró halászlétől az angol királynőnek is megolvad a cucc, ezért protokollban csak szájmeleg levest adunk, de hát a húsleves meg forró, jó? És imádom, amikor elkezdik, hogy bocsánat, már mindenki látja, mit csinált, mekkora átfújt, milyen a zsebi, papír zsebi, tépőzára, sem. Én megtörlöm, aztán nézek most, nem, úgyhogy lehet, hogy megfáztam. Tehát nem vonok bele másokat, lehajtom a szememet. A köhögés, hát most vannak ilyen szezonális reklámok, ugye most a köhögős reklámok mennek, és egy csomóban már ide köhögnek, de legtöbben mindig így köszön, így köhög, így bele a lukba. A számat takarom el, nem a lukbakat. A tűszentés az egyfajta biológiai megnyilvánulás, amiről nem tehetünk, mert az jön. Ki az, aki a biológiát túljátsza, amiről nem tehet? Akire eddig senki nem figyelt, mert jelentéktelen semmi kis emberke, de majd most fog.
Hapci, 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 mindig hetet tüsszentek, hogy ez a hely magyar ember, hely magyar tüsszent. Intelligens ember minél zártabb szája, nem akkor, ha van idő zsebkedve, nem akkor a kezünkkel takarjuk magunkat, és nem nézünk föl szembe, hogy szép volt-e, vagy elnézést. Nem kérek elnézést, mert nem tehetek róla. Minél inkább elnézést, minél inkább habozom, annál inkább észreveszik. Kívánjuk-e egészségére? Na, itt szakadt kette az emberiség. Egyik fel azt mondja, hogy a tüsszentésnél a levegő kimegy fehát meg haz. Az elsőben újjász, hogy az egészségedre kívánja. Az emberiség másik fele az angol nevetetésű, tehát Nagy-Britannia volt brigyarmatok, ott azt mondják, hogy mivel biológia, tehát emberi gyengeség, ezért szemem serebben is nem kívánják. Az angolban a bless you, az nem az egészséged, hanem az a God bless you, Isten áldjon téged. Azért nem használja a művelt angol, mert a pestis betegség első jelzése az a tüsszögés volt. Tehát pestis járvány, valaki tüsszentett, hát akkor God bless you, kész, végen neked annyi. Tehát nem használja, akkor most mit csináljunk? A helyi szokás számít, nálunk kívánjuk. De soha nem egy ilyen közösségi, hogy egészséged, ez 2-3 emberes, nem kell átkiabálni a termet, ez pár emberes. Tehát nem kell mindenkinek átkiabálva kívánni. Na, a másik ábra, amiről akartam hát hosszabban beszélni, de hát már nagyon megy az idő. Nagyon fontos dolog az első, gondolom ezt szakmailag is tudják, az első benyomás értéke. Amire azért kell vigyázni, mert ha ez nem megfelelő, akkor borzasztó nehéz falakat áttörni, hogy de mégis. Ugye elsőre mit hiszünk el? Azt akarom mondani, hogy legyen szíves, menjen ki. Ebből a verbáról csak 7%, nem azt hiszük, a hangsúlyt hiszük el. Ha azt mondom, hogy legyen szíves, menjen ki, akkor vagy ki lesz meglepetés, vagy visszajön lesz meglepetés. Ha meg azt mondom, hogy legyen szíves, menjen ki! Mást mondtam, milyen hangsúllyal beszélek, és a vokalitásban igenis ezzel nagyon kell foglalkoznunk, mert a kamasz gyerek önmagamon is az általában nem, de ha már mondja, miért nem mondja? Tehát valahogy rá kéne venni, hogy mit mondtál? Mondd már ki, mondd ki még ezt. Tehát valahogy rá kell venni, hogy azért artikuláljon, de a kamasz gyerekekkel persze nagyon nehéz. Felnőttekkel se egyszerű. Azért szörnyű, hogy vokalitást... Ha rossz a vokalitása, a tartalmat se hiszem el. Ott van Gáspár Laci, gyönyörűen énekel, de az nem tudom, tehát vigyázni kell. Most van két alaphiba, egyik ez a fejhang, ez a voltunk shoppizni, ittunk öcsét, megvettük a kari-arit, ez a karácsonyi ajándék, én majdnem lettem, megvettük a kari-arit, ez azt jelenti, hogy én vagyok a hülye, vagy az, hogy te. Ezt azért mondom, mert nagyon sokszor akaratlanul is elővesszük ezt a fejhangot, vagy kisgyerekkel is. A gyerek az nem hülye, csak kicsi, azzal se fejhangon beszélünk. Elakad a gépem, informatikusomat, a Zsoltot fölhívom, és a telefonban így kezdi nekem magyarázni. Mondom, Zsolt, hülyeséget kérdeztem, azt mondja, honnan tudod. Hát mondom, mert így kezdted el mondani. Ez azt jelenti, hogy te különben hülye vagy. A körzetorvosnak az asszisztens, hogy és akkor a 3x2-t életem 20 éve szedett. Tehát ez a fejhang, ez mindenképpen megalázó. És a másik, ami gyakori, ez az erős hangos beszéd. Rengetegen beszélnek hangosan, és a hangos beszéd önmagában agresszív, és pedig ő nem agresszív, csak ugye a fülében ott van a telefon, és megromlik a hallása. Tehát erősen hangosan beszél valaki, rá kell szólni, hogy már megint hangosan beszél. Ha meg vagy idegen beszél hangosan, buszon ült velem szemben a kicsaj, kétszélyes kicsaj, hogy utána Dávid megfogta a combomat, én meg elkezdtem, hogy azt mondja, mit néz, mondom, azt hittem nekem, mondja. Na, ez se lehet akárkivel, de ha olyan valaki beszél hangosan, akire nem lehet rászólni, akkor kezdjük el nézni a száját, mert a szemkontaktusnál nyilván nem a szemét nézem, hanem az arcát. De a hangos, akkor meg a száját. Na most ez a hangos beszéd, kamasz fiúk ebből felmentést kapnak. Ma udvaron azért beszél hangosan, hogy a Krisztina lássa, hogy ő itt van. Ezt majd kinövi jobb esetben. Tehát az erős hangos beszéd, és még egy, hogyha egész napos adásom volt, tehát 9-től 4-ig egész nap beszélek, és ülök be a kocsiba, hogy jaj, Józsikám, hihessünk, azt mondja, most már ne kiabáljál, most már a kocsiba. Tanárom, hogy egész nap ugye beszélnek a gyerekekkel fennhangon, otthon nem mondják, hogy apukám, mit főznek, hogy vissza kell tudni állni arra a normális hangszínre. Egyébként ez azért nehéz, mert ez is megint fejben kezd el eldőlni. Amire föl lehet használni, ez két dolog.
Az egyik, amikor mondtam, hogy az európaiság nem vág oda, és ugye nem segíti a másikat, de valahogy csak ki kell mondani. Erre találtok közösen, lányomnak mondom, menjem is értse, ezek a meta módszerek. Ez a meta beszéd, hát ez az élet sója. Mert úgy mondom ki, hogy nem jön rá, mit hal. Mert a beszólásban, abban a percben sértem meg. A metán meg el kell neki gondolkodni, hogy mit is hallott. Nagyon ronda a cipő, de jó ez a harisnya, az oknya, a cipő nem, de ez a harisnya. Vagy győző a múlt héten már kétszer nem késtél el, annyira jó volt, hát ma nem sikerült, de ez a múlt heti kettő. Hát bárkinek, bármikor rosszat kell mondani, mindig egy kezdjük egy jóval, hogy a múlt hónapban olyan szépen befizette a díjat, hát most nem sikerült, de ugye várhatom akkor holnap. Tehát kezdjük egy jóval, hogy ne záruljon be. Ez a gyereknek különösen igaz. Hogy a múlt héten emlékszel, ezt még két szóba írtad, milyen okos voltál, hát most nem sikerült, de emlékszel az a múlt. Tehát valahogy inspiráljuk azzal, hogy nem mindjárt szúrjuk le, hanem dicsérjük meg valamivel. Én ebben már nagy vagyok. Egy metabeszéd, hagyj dicsekedjek el egyre. Nem, történt. Mert jogosítványom nincs, állandó kocsival járok. Hát nem járok azzal mindig, de van, amikor azzal kell. Vidékre megyek, vagy bármi, és mondtam a Józsinak, hogy álljon meg egy boltnál, csak bemegyek megkérdezni, de egy perc jöttem is ki. Addigra ott állt egy jeep. A jeepbe ült egy nő, és a jeep mellett egy ilyen konyhaszekrényi zsíragyú. Az én taxisommal üvöltött olyan szavakat, hogy a festék lejött a kocsiról. Én meg azt mondtam neki, hogy bocsásson meg, uram, egy hölgy előtt hogy tud ilyen csúnyán beszélni? Ez beült a kocsiba, elment. Hogy mondom meg? Ez a napi egymetra is érdemes élni. Én ezt mondom, ebben én már sportot csináltam. A másik, amire föl lehet használni, agresszív, üvöltő ember. Sajnos egyre többen vannak. A gyerek egyes kapott, akkor a tanára hülyet ismerek. Most én mondjam, hogy milyen típusok vannak. Üvöltő embert hogy kell legyőzni? Itt áll és üvölt. Az első egy szellemi rákészülés, ebben a körben bátran merek idézni mély filozófiai műből, parafrázis szinten, amikor azt mondja Malacka a Mici Mackónak, hogy te Mici Mackó, mit csinálsz az, hogyha egy borzalmas fene vagy, azt mondja, hogy hú, hát azt mondom, hogy trallala, és azt mondja neked másodszor is, hogy hú, hát azt mondom másodszor is, hogy trallala, és azt mondja harmadszor, azt mondja Malacka harmadszor nem fogja mondani. Itt áll és így volt Mici Mackó effektus, már jobban vagyunk, az ember lenyugszik. Arcunkra felveszük ezt a nagyon figyelek, és szeretnék én segíteni című arcunkat. Nőknél agyakrésre nyitva. Na most nevetni azt nem szabad, ne kilóg a lóláb. Amikor nagyon kéne, de nem szabad nevet, van egy technika, a szemlődünket húzzuk össze kecsinkét. Nem teljesen, mert még nevetek, hanem tartani kell, hogy nem tud fölmenni a száj. És nem szabad megszólni azt se, hogy de, vagy én, mert akkor megszóljon közben újrakezdni. Hagyni kell. Ez annyira jó. Az ember ott áll belül már nagyon kacag, az meg ott nagyon üvölt, és amikor kipukkad, akkor mondom azt, hogy miben segíthetek? Aznap érdemes volt élni. Na. Tehát a kellő vokalitás az érthetőség miatt kell megtanulni. A látott információ. Hát ezzel a testbeszédről lehetnek külön beszélni órákig. A lényeg, hogy bármikor én bárkivel beszélek, ha meg akarom győzni, azt kell kommunikálnom, hogy figyelek rád. Ez pedig a felső mellkas. Tehát a legjobb, ha állva beszélek valakivel, a hátul összefogott kéz. Én nekem ez már ilyen szabványtartásom már vált, tehát akkor ilyenkor látszik a mellem. Lányok van. Három mondjuk, az már tényleg. De azt jelenti, hogy figyelek rád. És embernek ennél drágább hirtatni nem lehet. Aki én rám figyel, hát ez milyen rendes ember? Hát én rám figyel. Na én ezt ott fönn volt kint kipróbálni, de Pesten én Kőbányán lakom, hát nem a rózsadomb. Tízemeletes panelni, tízemeletnyi ilyen elszegényedett, tisztaságmánia, lecka, emberre jót nem mondanak. Engem kedvelnek, hogy ibik egy drága teremtés. Hogy értem én ezt el? Van a földszinten a Margitka. Kivétel nélkül minden közösségben van minimum egy Margitka. Rosszabb helyen kettő. Lehet, hogy férfi. Ez a kultmérgező típus. Szülőből, 10 szülőből 4, az Margitka. Áll a kapuba, ő a ház szervere. Lemegyek, mondom, jó reggelt, Margitka, mi újság? Eddig eljött mindenki.
A sikeres életúthoz kettő lépcsőfok visz. A mi újság után kezdjük el mindig figyelni arra, hogy mit mond. Nem kell több az emberi agy fiziológiailag fél perc alatt leáll, visszamegy. Tehát fél perc alatt rájövök, hogy miről beszél, és a csúcsik, az aranykócsocskája kifejtő kérdést kell föltenni. Tehát nem az, hogy igen, hanem hogy és hogy történt, drága? Elkezdni mondani, nekem erre meg nincs időm. De. És hogy történt, drága? Beszélünk még, jó, puszilom. Az egész így, ahogy van, másfél perc, és nem tud utálni, már ezek kórházban is volt. A kifejtők, és azért nagyon átütő ez, az emberek ma már nem tudnak beszélgetni. Nem tudom, megfigyelték-e. Ugye nyomogatják ki, mert már szóban már nem nagyon tudnak kommunikálni. Én iskolában kötelezővé tennem, hogy a két gyerek üljön le egymással szemben beszélgetni. És nem az, hogy és akkor én, vagy nekem meg, hanem arra figyelj, hogy ő mit mond. Tanuljon meg beszélgetni a gyerek, hogy nem arra, hogy mit hoztál, hanem nagymama, hogy ez a húsleves, ez hogy főzted? Vagy valami, amitől, hogy utaztál nagymama? Tehát valami, amire ő kifejtők, és beosztott, a nagymama ott fog elállni, hogy milyen helyes az unokája. Tehát tanulja meg a gyerek, hogy a másikat beszéltesse, mert ezzel lesz sikeres. Tehát nem szabad soha bezárni ezt a felső mellkast, mi nők nem is szoktunk, férfiak hajlamosak, mondja, mellünk útban van a férfiak, mondjuk váltam és a fülében minden. Mert ugye mit csináljanak a kezükkel? Pedig itt van a vál, ide lőtt ki a két kar. Itt a helye, hát de ez itt lóg. Helyette a férfinak van az ilyen szabadrugás fogás, az ilyen szabadrugás fogás. Nézelődik, dogát írnak, rendben van, de elkezd beszélni, ezt már le kell nyitni. Derék alatt nyitom, zárom. Egy tárgyba kapaszkodom, már mind a kettő lenn van. Mert a zsebre dugott kéz, hát nagyon nem szeretem, de már lassan kénytelen vagyok beletörődni, hogy létezik. Hát mondják, hogy Erzsébet királynő jelenlétében annak idején egy férfinek lehetett zsebre dugva a keze, mindaddig, amíg a királynő nem szólt hozzá. De itt nem a zseb tartja, meg elég ronda, beteszi a fiú a zsebibe a kezét, nadrág hátul megfeszül. Nem minden férfi fenék szép. És így beteszi, a zsebnek ez a vászonbélése kivillan, gyönyörű. Lehet, de akkor az kézfejében, vagy nem, az nem a zseb tartja, hanem az két karból kell tartani, tehát beleakasztja, de nem tartja az a zseb. Most nemrégen voltam egy cégnél, sátorolja új helyem, és hát erről beszéltünk, hát ott az ömmel férfiak voltak, mert ilyen ipari termelő cég, és hogy jöttem le, már jöttem volna a kabátba a lépcsőn, ott állt egy fiatal ember, így a haverjával beszélt, engem meglátott, kivette a zsebét. És hát főleg az, hogy begombolt zakóval, és nem poci-maciba. Nagyon sok embernek ez ilyen szokása, hogy így tartja. Szegénynek összenőtt, hogy veti le a kisingit. Van, aki ütögeti, mondom, mikor megy mellé az egész, és van még a pumpálós típus. Hát én nem tudom, de én szerintem ennek elég régen volt jó éjszakája, tehát van benne egy ilyen frusztrált dolog. Néha viszont nagyon jó, de csak néha. Mikor ott tartunk, hogy mindegy, mit hiszel, de erre figyeljen oda egy kisfiam. Pont történelemből, ez a hármas. Szerintem ott be is pisil. Csak mindjárt kell venni, tehát nem hagyjuk így. A ülve is egyenes derék, tehát a begönnyed, hát az mindig szörnyű, egyenes derékkal kerülni. Na most ezt nem lehet csinálni, mert a legtöbb férfi, pláne férfi így hátra dől, és akkor megint a gravitáció győztok a minden meg lefele. Hajlatig a fenekem és a vesémet támasztom. És az fotelben nem lehet. Fotelben az ember beleül, hát onnan másik kettő veszik ki. Engem egy cég, ilyen családbarát cég volt, és babzsákok voltak. Foglaljak helyet. Már az egy szám volt. Hát kifele, mert már hárman húztak kifele. Hát ott a karf, a ilyen süppedősnél a karfánál ülök le, és a karfával támasztom a gerincem. Na most mi nők ülünk, de tesszük fel a lábunkat. Hát ha elől zárt a katedra, akkor azt csináltok, amit akartok, de ha nem zárt. Párhuzamos combokkal jobbra, balra, előre. A térdben zárt mindenképpen, a térdünket mindig zárjuk. Ha meg fölrakjuk, mert fölrakjuk, azt annyira mellé kell húzni, hogy bokacsolt a lábszághoz és a lábfejre hajtva. Ez egy perc alatt elzsipad. És akinek a combja kellően vékony, az így fölrakott lábot fektesse le magam mellé, de arra fele kell fektetni, amerre a fölrakott láb mutat. Legtöbb ilyen hosszú szőkkel bemegy a tévébe, fölrakja, és amarra fektet le, és akkor ilyen V-alakba repülnek a bogyogok. Ugyanis mihegy kívül van a láb? Lábrázás cipékibe az egyértelműen női szexuális felhívás. Minden, ami a lábra viszi a figyelmet. Hát urak mennek az országúton, ott állnak a lányok. Honnan tudod, hogy ki vár a buszra, és ki aki nem a buszra vár?
Mi van a lábán? Nec harisnya, piros cipő, vagy semmi sem, lemegy a figyelem, ott vagyunk, ahol különbözünk. Tehát, hogyha leülnek urak egy nővel, és a nőnek indul be a lába, akkor azt mondjam, de szerencsés a férje, hogy ilyen szép felesége van, prutyi fogjan el. Csak mondom, hogy a ne rázd a lábad, innen van. A férfiak ételnek nagy terpeszbe, Oki meg a Majka meg a Győzike, nagy terpeszel mi van? Szarvasbőgésnél a bikák harca, a bika nagy hátsó terpesze. A comb belsőjének mutogatása ez a vezérhím jele. Magyarán minél nagyobb a terpesz, annál kisebbnek a nagyon, nem mondjunk hosszú szavakat, nagy terpeszkedések. Ezért lányok nekünk mindig zárt térdel kell ülni. Mondom, ezt meg gyerekkel megtanítani elég nehéz, de már felső tagzatban talán lehet rá törekedni. Öltözködés, tulajdonképpen egy mondat, azt kell fölvenni, amit el akarok magamnak hitetni, mert rám néznek és eldöntik. Fehérképpen egy vérnyomáskörővel az orvos. Vérnyomáskörővel nélkül, az meg pék. Á, vagy hentes. Ránéznek, tehát nekünk, igenis a tanult embert kell fölvenni. És ha reggel azt mondod, hogy jó lesz ez Bentre. Maradjál otthon táppézen. Na ez lesz jó Bentre, hát ott telik a fél életünk. Példaképként állok ki. Nekünk nem mondták meg annak idején a gimnázium, hogy hogy kell viselkedni, hanem mi láttuk a tanárról, meg a tanárnőről, hogy hogy kell kinézni, meg hogy kell viselkedni. Tehát nekünk példaképpen kell kiállni. És van egy nagyon jó, a sportosság az a halálom, ez a sportos, mert most minden médium azt mondja, hogy sportos légy. Aki nem sportos, nem ember. Hát pedig azért az. Na de sportolni, vagy a sport tornatanár az nem sportolni megy, hanem az tanítja a sportot, már csak mondom. Egy szót mondok én, kedveseim, ez az elegancia. Az elegancia az nem pénz. Az elegancia az tartás kérdése. Hogy van, mi van rajtam, hogy tartom magam. Egy szoknya, egy sötéte, fölcsővel, egy világos állal, és már elegáns. Elegancia bentről kifele jön. Ott is fekete pulcsik és gyöngyökkel, és ez szürkes. Az elegancia az bentről kifele jön. Az egy rend, tartás kérdése. Nem kell drágának lenni, hanem ahogy azt tartom, ahogy azt viselem, az elegancia. Elegáns ember nem kócos, elegáns mondok, hogy asztalán rend van, elegancia az bentről kifele jövő rendező eret. Nyilván hoztam mintákat, de ez eléggé önkényes. Nadrág is lehet, a nadrágnak le kell érni a bokáig. A boka fölött 10 centivel vagy még rövidebb, hova viszi a figyelmet? Hát, ahol különbözik. Ez alkalmi, én egyet fölvennék, úgy néznék ki, mint egy nyugdíjas meteorológus nő, akkor szabad begombolva gondolni lányok, hogyha a mellbőség nem több, mint 80, több, mint 80, akkor a mellmagasságban kapcsolódik, és akkor tényleg meteorológus nő. És azért hoztam ezt a példát, mert nagyon sok szülő panaszkodik, hogy a gyerek szépen évnyitóra, utána fölöltözik szép ruhába. Fehérink, fekete nadrág kislány is szépen, tanárnőnek ott áll ilyen csoszén. Nekünk ugyanúgy hozzá kell öltözni az iskolai ünnepséghez, egy érettségihez. A gyerek oda beül matrózba, a tanárnő meg itt lenyúl pulcsiba, hogy tönnök. Tehát vannak olyan ünnepségek, amik a gyereknek egy életre szóló ünnepség, és azt nekem tanárként is meg kell tisztelnem. Na, a szoknya hossza. Övni nem takar, ha nem mutat, combban van, agyam nincs. Fél combig érő az akkor jó az, ami néha valakinek gyönyörű, hibátlan, gyönyörű lába van, térde mindene, és nem múlt el 25. Na jó, 30. De hát már végig, és ebbe a fél combig csak állni szabad, mondjuk hostess. Mert ebbe lehagyjuk, mint a tanárnő a Krisztiánhoz, a Bence meg ott fetveng a röhögéstől. A térde fölül 2-3 centi a tuti. A felső részünk 40 fok melegben sem lehet ki ez a vállőv. Ugyanis ez minden valaszban a nőt jelenti, a húst. Templomba be is kell takarni a vállunkat. 40 fok egy vékony kis csop és rajta egy kigombott blúz, mert a kettő között mozott levegő fog hűteni. Tehát a vállunkat a dekoltásnál meg tudja minden, hogy egy férfi számára női arc, az valahol itt ér véget. Mondta, nem tanár, most kezdődni. Tehát kirakod a bögyödet, effektív a bögyödhöz fog beszélni, a Krisztián is nem tudja még, hogy lelátom, hogy nem tudom én bögyit, mert ő valahogy azt tudja, hogy az egy esemény, tehát nyilván. Van egy nagyon kínos dolog, és a pedagógusoknál különösen nagyon kínos elmondani, de akkor is elmondom, csizmába egész nap, az azt jelenti, hogy menné, most jöttél, vagy menné már, azt le kell vetni, és megtiltom a papucsot. Ez a, meg kerekára, kardikára, meg mert hogy vesés. Jaj, megyek a fénymásolóba.
borzalmas, és az, hogy fájós láb, az nem, ez szétmegy, ez már nem megy este vissza. A fájós láb ellen a két pár cipő, ezt felváltva hordom, nem pénz, mert ezt csak bent hordom, és felváltva van egy tartásom. Egyik igazgatónő hívott föl 3 nap múlva, hogy Ibolya már 3 tanár, de nem jár papucsba. Mondtam, van Isten. Szóval ez a papucs bár ne ilyen kis fodról szélő bukafixoknival, ott ragadok, szóval azt nem. Tanult ember, aki férfiből van, nyakendő, annak hiszem el. Van egy középiskolai, aki rendszeresen hívnak meg érettségizőknek, igazgató nyakkendőben. Mondják, hogy tudtuk, hogy azt már nyakkendőt kötött. Tehát már tudni. Ütközésig kell felhozni, ez rosszabb. Rosszabb, amikor kigombolja és úgy húzza le, azt hívják úgy, hogy letolt gatya, akkor már vegye le, és ha nincs nyakkendő, akkor egy gombot ki kell gombolni, a begombolt nyakkendő nélkül az a népitázos. Egyet meg kell gombolni, nyilván nem szűnik, és egy férfi ember soha ne hajtsa ki, az, mint belül, halér mindig belül van. A zakónak a legalsó gombját nem szabad begombolni, mert akkor, hogy alákap, lentről számítva az elsőt, azt meg mindig be kell gombolni. Egyébként zakót levetni azt a fogadó fél a jaja fölött. Szülőjétek nyáron melegbe, akkor uraim, ha gondolják, vegyék le. Mert ő már vetkőzne, de én legalább hagyd mondjam már neki, hogy a férfi nadrág akkor jó hosszúságú, ha eltakarja a cipőt, de nem ér le a sarokra. Ez fog vetni egy bugyot. Ha az a bugy nincs, a nadrág rövid. Ha túl bugy van, az mások. A 3 bugy, az meg már a harmonika. Egynek kell lenni. És ebből látszik, hogy tanult ember, aki férfiből van, nyáron sem jár bermudába. Ez a térdigérő vászonnadrág, vékony szőrös lábszár, zokni szandál, hát a simán szép, hát most mit tudsz rámondani? Na, nagyon kiszaladtunk az időből, amiről mindenképpen akarok még mondani egy pár szóval a telefonálás, a mobilfüggőség. Egyszerűen ilyen falanszterszerűen mindenki becsukódott. Nagyon, nagyon hasznos, nekem is van. Majdhogy nem már most fél, most mindegy. Nagyon okos, de az emberi kommunikáció, a szemkontaktus van. Nem lehet ott a mobil. Ha neki leülök valaki, illetve kirakja a mobilját, akkor azzal kezdem, hogy fontos hívást vár. Utalni rá, hogy én vagyok ott. Nekem ne pislogjon le, hogy SMS. Ez csak a van. Ahányszor lenéz, annyiszor vele engem mondva. Ezt el kell tenni. Ez nagyon jó, de nem szabad. Amikor emberi kapcsolatokról van szó, akkor ez nem játszhat bele. Ezt el kell tenni. Tehát nagyon sok gond, ennél szomorúbb képet régen láttam. A család otthon ül és mindenki nyomogatja. Ott beszélgetni kell. Csak már, ahogy mondtam, hogy elszóltak az emberek, ott pedig beszélgetni az az emberi kapcsolat, és nem pedig a nyomogatás. Tehát ezt valahogy le kell tudni fékezni, mert az emberi agy beszűkül erre. Nem erről szól az életünk, csókolom. Bár van egy könyv, Harari írta, egy izraeli történész, az ember, és ez a Sapiens címe, emberiség történet, és legutolsó fejezet, amikor a gép átveszi az ember irányítását. Na, az már hátborzongató. És ez ezzel kezdődik. Én vagyok én, és nem a mobilom az én. Tehát különbség. Hogy mennyire vérünké vált, egy nagyon aranyos eset volt, egy Katona József színházban voltam, és egy kimondottan intellektuál darab, mert tehát nem ilyen kis hím. Oda a közönséggel látszik, hogy az a nyugdíjas úri közönség, ahogy szoktam mondani, és mellettem egy kedves hölgy ült, és az összekötő szöveg, szövegek között összekötően ment egy zeneszám. És ő benyúlt a táskájába, és kivette a mobilt, ami ugye világít. Én úgy megdöbbentem, átnyújtam a kezetetem a kezemet, és csak úgy ránéztem, és elraktam. Annyira automatikusan vette elő, hogy már nem is vette észre. Tehát ez ellen harcolnunk kell. És elutolsó mondat az evés, hát erről lehetne beszélni külön órákat, az, hogy láttad te már enni. Nagyon sok minden, és a napköziben, és a gyerekeknél is, meg magunkat figyeljük, meg már családtagokat, mert egyre többen úgy esznek, 10-ből 4-5 ember, föltesz a falatot a villára, letámaszt, és egy olajfúró tolomszerűen így megy föl. A leves az meg ugye a folyékony, azt meg úgy kijjebb tolja, és így. Vagy ilyen sittesen. Ezt egy jobb érzésre meglátja, hogy sikongva elrohan. Én most nem azt mondom, hogy 2 könyv a hónom alá, ez a világ elmúlt. Fölé hajlok, de a könyökömet nem teszem az asztalra, ez a könyök lerakás honnan jön. Megbolondulok. Ez a hamburger, nem tudom, hogy honnan. A hamburger, egy cég hívott föl, hogy a pár éve, hogy a Molbázik utakon kézműves
hamburgereket fognak árulni, és egy ilyen bevezető reklámfilmet csinálnak, hogy két videótomos focista eszi a hamburgert, én meg mondjam meg, hogy hogy kell azt tenni. Hát mondom, én szívesen elmondanám, de én még életemben nem ettem hamburgert. Szóval ragaszkodnak hozzám. Mondom, mennyire? Megmondták, hát ennyi, megtanuljuk címe, YouTube, how to eat burgers, minden. Már most virtuálisan teljesen tudom, de nem ettem ezt, nem lett szépen. Az a neve, hogy gyors étel. Ezt így be kell nyomni. Maximum ketté vágod, de azt már megint nyomod befele. Tehát ez csak mond. Na, a lényeg, hogy a könyökét ne tegyél az asztalra. Ennyi félt, mert többet akartam, sok mindent akartam, még ennyit egyelőre mába, de befejezném azzal, hogy akarok adni ajándékot. Akik már voltak, tudják, hogy néha szoktam adni, csak a jobbaknak szoktam ezt adni. Ez egy Márai Sándor mondás lesz, és itt most tényleg tisztelettel adom ezt át, hogy a formákról mit mondott. A formákat pedig utolsó percig be kell tartani. Étkezés közben, társalgás közben, ágyban és asztalnál. És mikor mindegyre formátlanabbá válik az emberi együttélés, te maradj hűséges a köszönés, meghajlás, kézfogás, véleményalkotás kialakult végső és kristályos formájához. Egy korban, mikor mindenki azt követeli, hogy öltsél formaruhát, te járj csak továbbra is zakóban, s este, ha éppen vacsorázni hívnak, ölts fekete ruhát. Nem a ruha, hanem a forma kedvéért. A műveltséget nem csak a könyvek mentik meg. A műveltséget a köznapok apró reflexei mentik meg. Amikor egy korszak fölemelt ököllel jön ellened, te köszönj vissza nyugodtan, udvariasan, úgy, hogy megemeled a kalapod. Nem tehetsz mást. Köszönöm a figyelmet.